Na hello, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a mai videóban, és hát elég szokatlan környezetben vagyok, igazából a földön ülök, és a konyhaszekrénynek az egyik része van mögöttem. Ilyenkor jött a kérdés, meg már innen, hogy tulajdonképpen mit is csinálok én itt. Hát egyenesbe fogjuk hozni ezt a kis drága kutyuskámot egy kicsit, ugyanis hát itt a meleg, itt a jó idő, és hát hullik a szőre, úgyhogy egy kicsit meg kéne kefélni, illetve meg is fogjuk majd fürdetni szegényt. Azért mondom, hogy szegény, mert ő annyira nem csipázza a vizet a francia buldogokkal ellentét. Ugye a francia buldogok alapesetben nem szeret, és hát nagyon szeretik a vizet, viszont nem tudnak úszni. Na ő abszolút nem szereti a vizet, próbálom rászoktatni, amikor fürdök, akkor mondjuk mindig oda föláll ide a fürdőkád oldalára, és mindig így próbálkozik vele, meg így jó neki, de az, hogy ő beleálljon egy kádba, az nem fog menni, viszont van egy régi labdája, amit nagyon-nagyon szeret, még az utcáról szedte össze, igen, az utcáról szedte össze, úgyhogy már szanaszét van csapó, viszont nem akar elengedni, úgyhogy ő, már nem tudom, megpróbálom a segítségemre hívni a labdát, és hát ne feküdjél le oda, és hát megpróbáljuk megfürdetni, reméljük, hogy bírni fogja. Na gyere Zira, gyere ide, vele még egyébként nem találkozhattatok, fordulj meg, csak hogy köszönjél te is egy picit. Hello guys, így van, te kis dög. Ő egyébként egy francia bulldog szukakutyuska, Zirának hívják. Nagyon-nagyon régóta szerettem volna már egy francia bulldogot. Nekem a messze-messze a kedvenc kutyafajtám. Nem tudom, hogy miért igazából, valószínűleg azért, mert én kajla, mint én vagyok. Nem tudom. Tehát ilyen kis komolytalan, kis össze-vissza, mindent felzaváló kis disznó az egész kutya. És valamelyen nem tudom, nekem ez itt tök szimpatikus, meg nagyon-nagyon játékos. Kell vele folyamatosan játszani, mert különben nem nyugszik le. És hát lehet, hogy ezért volt az, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon megszerettem a kis kutyákat. És azután pedig igazából vártam tulajdonképpen nem is tudom hány évet, talán hát mennyit? Egy tized biztos. Mire odáig el tudtam jutni, hogy legyen egy francia bulldog kutyuskám, és abszolút nem bántam meg, mert tényleg az a szeretet, amit ezek a kutyák tudnak adni, az abszolút kivételes, mert nagyon-nagyon szeret, nagyon-nagyon ragaszkodó, és nagyon, mondjuk nagyon-nagyon sok figyelmet is igényel, illetve hogyha nem neveled rendesen a kutyádat, mondjuk ez igaz az összes többi kutyára, de a francia bulldogokra különösen, akkor nagyon durván el tudnak kalászodni, és olyan dolgokat csinálnak, amit igazából nem köszönsz meg. Van egy képem Instán, amit az Instagramot megtaláljátok majd a videó leírásában. Nem is tudom, mikor tettem föl egy éve, körülbelül fél éve, hogy milyen durva kupit tud csinálni, hogyha így belejön. Nézzétek meg, mert eléggé tanulságos. És hát figyelni kell, nagyon sokat kell figyelni, látod? Most így megmutatom. Tehát ez így mind kijön bele. Most a francia bulldogok ugye híresek arról, ja egyébként már így, hello, szia, szevasz. Szóval nagyon híresek arról, hogy nagyon durván hullatják a szőrüket, ezért hogyha lakásba tartod, akkor nagyon keményen összeáraszt minden szőrt, hogyha nem kezeled rendesen. Tehát igazából hetente simán kéne a szőrét kezelni, illetve halolajozni, meg mit tudom én, mert gyakorlatilag mindent elárasztana a szőr, hogyha ez nem lenne megcsinálva. De egyébként nagyon durván tűri. Gyere közelebb, itt talán látsz is. Gyere ide. Na, gyere már ide. Gyere. Na, gyere. Az az. Igen. Maradjál itt, jó? Szóval nagyon durván kezelni kell a szőrét, mert ha nem kezeled, ne odafeküdj, mert egyrésztről nem érlek el, másrésztről meg szar. Úgyhogy gyere inkább ide. Úgyhogy minden telára azt muszáj vagyok folyamatosan kezelni, és mivel itt a nyár, ezért egyre többen is van ki, mert alapvetően lakásban tartott kutya, tehát sokkal többet van lakásban, mint kint. Ezáltal nyilvánvalóan a szőrnek a nagy része is a lakásba megy el, amit hát nyilván, hogyha nem kezelsz rendesen, akkor az nagy gáz. Úgyhogy ezért is van az, hogy folyamatosan kell ennek a kis kutyának a szőrét szétszedni, mert különben szétver minket a szőr. Úgyhogy most gyorsan megkezeljük, illetve gyorsan leszedjük a szőrének a nagyját, aztán bevágom a fürdőkába és megnézzük, hogy mit szól hozzá.
Na hát úgy fest, hogy a nagyját azt leszedtük. Én úgy szoktam egyébként csinálni, hogy egyrésztről leszedem a szőrét így, és utána még vizesen is átmegyek rajta még a kádba még egyszer vagy kétszer, mert nagyon brutál mennyiséget ki tud magából ontani. Tehát tulajdonképpen már itt keféle nem tudom mióta, és így csak gyűlik, ezt szerintem a világ végtelenségéig tudna gyűlni egyébként. Úgyhogy neki engedjük a kádba, engedek neki egy kis vizet, és berakunk a vízbe. Igen, berakunk a vízbe. Mostan az, ami még nem volt, nekiállunk, aztán ráengedjük a vizet. Úgyhogy szerintem én meg is nyitom. Oda betesszük ezt. Ne menj el, tesó, ne menj el, ne menj el! Srácok, megvárjuk, még megtelik a víz, illetve a kád, utána jövök. Na, hát erről beszéltem. Jó van, nincsen baj. Nincsen baj, jött a kis lasztája. Hát azt se nagyon hagyja meg. Ha? Tiéd. Tessék. Na, hát tudod milyen jó a víz? Jó. Na, megpróbálom valahogy beállítani a kamerát, pillanat. Egyébként arra is nagyon figyelni kell, közben leülök ide a szélére. Arra is nagyon figyelni kell, hogy a füle ne legyen koszos. Mondjuk ezek a kutyának szinte mindenére figyelni kell, mert nagyon betegesek. Mondjuk az enyém hál' Istennek nem, de nagyon-nagyon sok francia bulldog iszonyat beteges tud lenni. Hál' Istennek neki még semmi baja nem volt, azon kívül, hogy egyszer eltört a lába, mert magas helyről ugrott le. Mondjuk azért az elég durva volt, de hál' Istennek egy fél év alatt túl lettünk rajta, és mára már nincsen semmi baja a szegénynek. Minden kan a tiéd lesz, te ki! Minden kan! Ugye bebújok én is vele. Lehet azt kéne, nem? Sőt, srácok, randomra, gyere! Itt vagyok. Na, most már ketten vagyunk a kádba, sőt, le is ugrok mellé, hogy jó legyen, azaz. Né, most már ketten vagyunk a kádba. Írjátok meg egyébként kommentben, hogy nektek van-e kutyusotok, és hogyha van kutyusotok, akkor milyen kutyusotok van, és mit szoktatok csinálni vele, mi a kedvenc játéka. Ilyenekre kíváncsi vagyok, mert a játék ötletek azok mindig jók, mert ő nagyon-nagyon imád játszani. És kellenek néha az újdonságok neki, mert különben unatkozik, és ha unatkozik, akkor bont. És azt nem szeretem, hogyha bont. Egyébként 16 kiló most már, a francia bulldoghoz képest nem egy kis termetű kutya. Ahhoz képest, hogy mekkorák a francia bulldogok általánosságban. Hát messze nem ekkorák. Ő egy eléggé nagyobb testű faj, de van neki egy pasija, egy udvardója. Az úgy képzeljétek el, hogy mi nála is körülbelül kétszer ekkora. Ekkora feje van a kutyának, nagyon durva. Ha nem tudnám, hogy francia boldog, azt hinném, hogy valami, nem tudom mi, valami Rottweiler, vagy Pitbull, vagy nem tudom, olyan feje van a kutyának, hogy kajak megijedsztően. Megmossuk az arcodat is, szép legyen, szádat is. Én azt szeretem egyébként benne nagyon, hogy ő nem az a horkolós fajta, ő nem is nagyon horkol. Hát jó, amikor nagyon elengedi magát, vagy nagyon fáradt, akkor igen, de alapvetően nagyon-nagyon keveset horkol. Hát röfögni az szokott, és hál' Istennek az orra is, az orrán is nagyon jól kapja a levegőt. Onnan lehet egyébként megállapítani, hogy a bulldogoknak az orra, hogyha minél híjebb áll, annál jobb, hiszen annál könnyebben kap levegőt. Úgyhogy nagyon be van nyomva a feje, akkor meg az nem jó, és később nagyon sok problémája lehet belőle. Mikor esetleg kutyát választotok, vagy francia bulldogot szeretnétek, akkor ezeket vegyétek figyelembe, sőt, én azt ajánlom egyébként, hogy amikor francia bulldog kölyköket nézzetek, akkor a tenyésztőktől kérjetek garanciát a kutyának az egészségére egy évre, mert nagyon-nagyon sok kavú tenyésztő van, és nagyon durván átverik az embereket. Tisztelet a kivételnek, nyilván hál' Istennek, ahonnan mi vettük, az egy eléggé megbízható hely volt, és hát meg is kérték az árát érte, de legalább nincsen semmi baj a kis kedvencednek, és nem az van, hogy mit tudom én, megvetted 30 ezer forintért, és utána két nap múlva már ráköltöttél legalább 90-et a doktori, vagy a doktornál, mert annyi minden baja van. Mert nagyon betegesek egyébként, túl vannak ugye tenyésztve,
és rengeteg bajuk van, szív problémájuk van, nagyon sok gerinc problémájuk van, szem, fül, nagyon-nagyon sok. Nagyon okosak és nagyon-nagyon szeretett éhesek, úgyhogy olyannak semmiképpen nem ajánlom, aki nem tudott volna vele foglalkozni, mert belük kell elég sokat is. Tűri. Jó, halljátok? Ez jó. Na az elnaludjál, tesó. Nyugodt kis kutyus alapjáraton mondjuk elég hiszt is tud lenni néha, és elég akaratos. Szóval olyan nincs, hogy nem. Igaz? Valahogy mindig megoldja a nemet. Gyere, átmosunk még egyszer, és akkor készen vagyunk. Gyere vissza. Hogy? Hát nem mondom azt, hogy nem menne már. Megértem, de muszáj. Csak, figyelj. Meg, szóval meg tudtam neki mutatni, és akkor annyira nem esik talán. Ezt neki, ezt ne csinálj. Le is hűtjük egy picit, mert most már elég meleg is van. Maradj. Ja, és nagyon fontos, utána jól mossátok ki a kádat. Jó! Maradjon. És akkor megtörőljük, és készen. Nem. Nem is sehová. Legalább ezt szereti. Jó. Kész vagy. Jobban érzed magad? Ott az izé, annyi kijött belőle, annyi szőr, látjátok? Nagyon durva. Ülj le! Ül! Hello, okos. Egyébként ott van Frank is. Frank nem szeret szerepelni. Hello, ne kap már be az állványokos szélét, te gyerek. Ha megeszi az állványt. Na, jójjád! Ja, hát igen, mert tiszta víz minden. Konkrétan. Na hát srácok, remélem, hogy tetszett ez a kis videó. Jövök majd vissza, legközelebb írjátok, hogyha szeretnétek még ilyen zírás tartalmakat látni a kutyusról, mert szívesen veszek fel egy párat. Addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornára, kövessen be Instagramon, és hát legközelebb találkozunk egy live-on vagy egy videóban. Én Jusu voltam. Sziasztok!